Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Delik Inga vagyok. Mutatom, mit tartogatunk Önöknek a következő néhány percre. Új üzemcsarnok Bonyhádon. Több mint 300 munkahely van biztos kezekben a városban. Újabb fejlesztés veszi kezdetét, ezúttal egy raktárház építésének alapkövét tették le. Nagyszabású tanulmányi verseny a Petőfi gimnáziumban. Harmadik legjobb az országban a Bonyhádi iskola. Bemutatjuk Önöknek a képek szerelmeseit. Ha lenne ilyen verseny, akkor Magyarország lehetne az adócsökkentések Európa bajnoka. Ezt Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter mondta Bonyhádon egy üzemcsarnok átadóján. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, az elmúlt években Bonyhád és Dombovár térségében 9 milliárd forint értékben valósultak meg hasonló fejlesztések. Így néz ki a kormányzati támogatással felépített új munkacsarnok a Bonyhádi telephelyen. A családi vállalkozás festő- és berendezésgyártó üzemet is működtet Bonyhádon. Összesen 345 helyi és környékbeli dolgozójuknak biztosítva ezzel biztos megélhetést. Most egy új csarnokot építettek és gépeket szereztek be. Jövő év közepéig pedig újabb fejlesztéseket terveznek, hogy ki tudják szolgálni a főként német luxusautókat gyártó megrendelőiket. Az már több kisebb fejlesztési támogatást is kaptunk a kormánytól különböző lehetőségekkel. Tehát ez egy következő lépcső, amit ugye azokkal a támogatásokkal és fejlesztésekkel ugye lehetőségünk nyílott arra, hogy a járműiparban köztük is a Mercedes-BMW cégekkel olyan tárgyalásokat és hát lehetőségeket kapunk, amiért megindítottuk ezt az egész fejlesztést, ami hát 4 fázisból állna majd. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, hogy Bonyhád és Dombóvár térsége Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő területe lett az elmúlt években. Az elmúlt években azt láthattuk, különösen 2014-15-től, hogy gombamód nőnek ki a földből az ipari csarnokok, és elmondhatjuk azt, hogy itt Tolna megye déli részén ez a járás, illetve Bonyhád és környéke az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Tolna megyének. Egy olyan megyének, ahol alapvetően minden Paksra, Paks környékére épül, ami természetesen jó és nekünk is jó, de örülünk annak, hogy ez a város újra olyan jelent tud magának, mint amit tudhatott mondjuk 100-150 évvel ezelőtt, hiszen akkor is alapvetően az iparnak is, de a mezőgazdaságnak is az egyik vezető ereje Bonyhád volt. Bonyhádra az elmúlt években közel 10 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett, hasonló kormányzati támogatásoknak köszönhetően. Csak a ginopos fejlesztések a dombovári járásban, illetve a bonyhádi járásban, hiszen ebből a kettőből áll össze alapvetően a választókerületem, közel 9 milliárd forint támogatási forrás érkezett ide, amit az itt élő emberek és az itt dolgozók és az itt vállalkozók tudtak úgy felhasználni, hogy látható eredményei vannak, és kézzelfogható eredményei vannak ezeknek a fejlesztéseknek. A Bonyhádi több mint 500 milliárd forintos beruházást a kormány közel 300 millió forinttal támogatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadón azt mondta, a magyar gazdaság nagy utat járt be az elmúlt időszakban, és komoly sikereket ért el a rendkívüli nehézségek ellenére. Ezekhez pedig szerinte a kormány beruházásbarát munkahelyteremtést is segítő politikájára is szükség volt. 2021 a tavalyi esztendő, amely közvetlenül követte a világjárvány évét, és közvetlenül hordozta még magán a világjárvány következtében előállt gazdasági válság következményeit, egy hatalmas rekordév lett a magyar gazdaság számára, hiszen soha korábban 7%-os, 7,1%-os növekedést a magyar gazdaság még nem tudott felmutatni. Soha ennyien nem álltak munkában még Magyarországon, mint tavaly, illetve most. A 2010-es 3,7 millió főhöz képest most 4,7 millióan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy kerek 1 millióval többen. A magyar export pedig 119 milliárd eurót ért el, amely világon a 34. legjobb teljesítmény.
most ahhoz képest, hogy 95-ek vagyunk a világon lakosságszám tekintetében, azt hiszem, hogy ez egy egészen megsüvegelendő teljesítmény. És közben, ha lenne ilyen verseny, akkor szerintem az Európa-bajnoki címet kioszthatnák nekünk az adócsökkentések tekintetében, hiszen mind a személyi, mind a társasági jövedelemadó, mind pedig a munkát terhelő adók rekord mértékben csökkentek az elmúlt egy évtizedben Magyarországon. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, szükség is van erre a jó formájára a magyar gazdaságnak, hiszen itt vagyunk 2022-ben, és amikor azt hittük volna, hogy nagyon komoly nehézségeket hagytunk a hátunk mögött, és van idő kicsit a nyugodtabb munkára, akkor ezt gyorsan megcáfolta a szomszédságban kirobbant háború, amelynek következményeit kell most kezelnünk, és mindenek előtt garantálnunk, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba, és hogy a háború árát nem a magyar emberekkel fizettetik meg. De az, hogy a magyar gazdaság ilyen jó formában érkezett meg 2022 elejére, abban nagy szerepe volt azoknak a bátor vállalatoknak, amelyek a világjárvány idején sem simultak bele a mainstreambe, nem bocsátották el a munkavállalóikat, nem zárták be a gyáraikat, vagy legalábbis nem fogták vissza a termelésüket, hanem éppen ellenkezőleg fejlesztéseket hajtottak végre, beruháztak, növelték a kapacitásukat, fejlesztették a technológiájukat. Tolna megyében 16 cég kapott hasonló versenyképességet növelő támogatást a kormánytól, mintegy 4 milliárd forint értékben. Ezeknek köszönhetően 2200 munkahelyet sikerült megőrizni a válság ideje alatt is. A fejlesztési alapokból a város 9 milliárdos bevétele mellett a vállalkozók további közel 2 milliárd forintot nyertek el az elmúlt 5 évben. Hangzott el azon az alapkőletételi ünnepségen, amely a legújabb beruházás kezdetét jelzi Bonyhádon. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhád és térsége Tolna megye legdinamikusabban fejlődő területe volt az elmúlt ciklusban. Ez a hamarosan elkészülő laktárcsarnok is jelzi, hogy újabb fejlesztésen esett át ez a bonyhádi nyilázárókat gyártó és építőanyagokkal kereskedő cég. A fejlesztés egy közbenső állomás, és a cég várhatóan tovább erősödik majd a piacon, ami további építkezésekben és beruházásokban ölt majd testet. Az ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról szólt, az elmúlt esztendők eredményeként Bonyhádtól nem egy a legdinamikusabban fejlődő területe volt. Ha csak a GINOP-os pályázatokat nézzük, akkor az elmúlt 5 évben közel 9 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett be ezen a területen, és akkor még nem beszéltünk az egyéb gazdaságfejlesztési programokról, nem beszéltünk a mezőgazdasági vállalkozók támogatásáról, fejlesztési forrásairól, és még a magyar falus összegeket, illetve egyéb más területi operatív programokat sem tettük ebbe bele, úgyhogy mindenképpen legyünk erre büszkék, ez is egy GINOP-os pályázat, ami most meg fog valósulni. Egy erős Magyarország kell ahhoz, hogy mindazt a kormányzati intézkedéscsomagot, azt a kormányzati programot végre tudjuk hajtani, amit az elmúlt időszakban is megtettünk. Természetesen a családtámogatási rendszernek, a rezsicsökkentésnek és minden kormányzati intézkedésnek az az alapja, hogy Magyarország gazdaságilag egyre jobban teljesít. A most induló beruházás összértéke 270 millió forint, melyből 190 milliót a magyar állam biztosít pályázat útján. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt emelte ki, a vállalkozások is jelentős sikerrel indultak a forrásteremtő lehetőségeken, és az így nyert pénzek hozzájárultak Bonyhád fejlődéséhez. Önmagában az önkormányzat mit sem ér, az itt működő családokkal, itt élő családokkal és az itt működő vállalkozásokkal alkotunk egy teljes egészet, és városvezetőként az önkormányzat élén, ugye én elsősorban általában az önkormányzati sikerekről, illetve pályázatokról, eredményekről szoktam beszámolni és számot adni, azokról a forrásokról, amit az önkormányzatnak van lehetősége megpályázni és idehozni, és ami az elmúlt időszakban megközelítette a 9 milliárd forintot,
és ritkábban esik szó azokról a pályázatokról és azokról a fejlesztésekről, amelyek pedig a vállalkozások számára elérhetőek. A statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban Bonyhád ezen a területen is sikeres volt, hiszen az itt működő vállalkozások az elmúlt években megközelítőleg 2 milliárd forint pályázati forrást tudtak a városba hozni, és ezáltal élénkíteni az itt működő gazdaságot. Ami további munkahelyek létrehozását jelenti, és ezzel erősödik a város gazdasága is, tette hozzá Bonyhád polgármestere. A beruházás tulajdonosa Schnieder Péter kiemelte, csak innovációval lehet versenyképesnek maradni ma Magyarországon, ezért döntenek a folyamatos fejlesztések mellett. Ezzel a csarnok beruházással, ezzel körülbelül most egy olyan 5 fővel fogunk bővülni rövid távon, aztán meglátjuk, hogy középtávon ez hogy fog alakulni, lehet, hogy még a telephelyet is kinőjük. Gyakorlatilag én itt születtem, itt nőttem fel, otthonosan közlekedünk és vagyunk, tehát gyakorlatilag mai logisztikai lehetőségekkel tulajdonképpen bárhova el tudunk jutni, bárhova tudunk szállítani, nagyon jó munkatársakat találunk a vállalkozásunkhoz, tehát itt látjuk a jövőt. A raktározási célra megépülő csarnok a fejlesztés közbenső lépése, a teljes beruházás befejezése tovább erősíti a céget, és ezzel Bonyhád és környéke gazdaságát. Tavaszi zsendülés. Ezt a nevet viseli az a nagyszabású tanulmányi verseny, amelyet évről évre rendez meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. Ez esemény, melyre az országból és a határon túlról is érkeznek versenyző csapatok, részben hozzájárul a tanulók tudásának bővítéséhez, de egyben emeli is az iskola ázsióját. A Bonyhádi Zeneiskola tanulóinak rövid koncertje tette színessé a tavaszi zsendülés címet viselő programot a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. A program megszervezése hosszú időre nyúlik vissza, és a kezdeti néhány csapatos szellemi viadalmára jelentősen kiteljesedett, s lett meghatározó a tanulmányi versenyek országos sorában. A szervező iskola hagyományairól és szellemiségéről szólt megnyitó beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettesszámú választókerületének országgyűlési képviselője is. Az iskolának az elődjét 1806-ban hozták létre Sárszentlőrincen. Az iskola alapítóknak az egyik vagy két fontos elgondolása, amiért az iskola létrejött, a következő volt: a keresztény hitnek és a magyar nemzeti eszménynek a megerősítése. Úgy gondolom, hogy mind az evangélikus iskoláknak, mind az egyházi iskoláknak, de talán mondhatjuk azt, hogy általában az iskoláknak több mint 1000 éve Magyarországon hasonló a fő feladata. És emellett természetesen a többi tudásnak az elsajátítása, megtanítása, de mindenek előtt a nevelés a kiemelt feladata, hiszen egyre inkább az iskolákra, az iskola hálózatra, a gimnáziumokra hárul a nevelésnek a feladata. Felelősséggel tartozunk annak a hagyománynak, mely iskolánkat, és ebben ezt a versenyt is jellemzi, mondta Andorka Gábor igazgató. A kollégák áldozatos munkáját dicséri az, hogy ennyire jó, alapos és érdekes versenyeket szerveznek, és minden évben egy kicsikét más, egy kicsit újítások vannak, akár nem csak ez elnevezésben, hanem tartalmát tekintve, azért, hogy az ide látogatók mindig egy új, izgalmas versenyen vehessenek részt. A verseny a hagyománytisztelet mellett az idők szavát hallva is átalakult, fontantány például, mint a retorika, mely ma már nem érdekes a gyerekek számára, így erre idén már nem lehetett jelentkezni. Maradtak az idegen nyelvek, a földrajz, a történelem és a magyar nyelv. Az iskola életében ez mindig egy örömteli találkozás, testvériskolákkal, itt az evangélikus iskolákra is gondolok, hogy hát ugye nagy hagyománya a bíró versenyek ezek már, itt azért vannak, akik a kollégák már nem először vannak itt, és hát mint régi jó barátok üdvözölhetjük őket. Én azt hiszem, hogy ha egy diák és egy tanár a saját közegéből egy kicsikét ki tud kacsintani, és egy új helyszínen új impressziót, új benyomásokat tud szerezni. Gruber László, az ismert tankönyvíró, tanár és vetélkedő szervező szerint ezek az előpróbák nagyban segítik a gyerekeket egy átfogóbb tudás megszerzésében.
Én úgy gondolom, hogy sokszor elhangzik sok diákról, hogy tehetségesek, okosak, ügyesek a saját iskolájukban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos arról is beszélni, hogy ha egy nagyobb megmérettetés van az országban akár, hogy ott talán könnyebben helyre lehet rakni, hogy éppen hol tartunk az adott mezőnyben, az adott tudományterületen. És úgy gondolom, hogy ez a másfél évtizeddel ezelőtt elindult kezdeményezés, ez a bonyhádi tavaszi zsendülés, szellemi zsendülés, ez erre nagyon jó lehetőséget ad azoknak, akik németből jók, akik helyesírásból, szövegértésből, vagy éppen történelemből, ne adj Isten földrajzból, vagy angolból tudnak produkálni. Itt most már hozzánk kötnek több versenyt, és az előző években általában és átlagosan körülbelül olyan 400 diák méri össze itt a tudását, ami nagyon komoly, sajnos ugye a tavaly előtti versenyek vagy elmaradtak, vagy csúsztak. Mi például kicsit csúsztatva szerveztük meg ezt a versenyt, a földrajzversenyünket, és úgy gondolom, hogy ez jó hírnevét viszi az iskolának, és arra gondolok, hogyha ez nem lenne olyan sikeres, akkor ma sem lettünk volna itt ennyien. A Petőfi Gimnázium tavaszi zsendülés című vetélkedőjére közel 400 diák adta benevezését. A 2019-es évi országos kompetenciamérés eredménye alapján a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák rangsorában harmadik helyen végzett a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola. Mutatjuk, mit jelent ez. Minden oktatási intézmény minden évben 6., 8., illetve 10. évfolyam esetében ír egy országos kompetenciamérést, ami egységes minden intézmény esetében. Itt igazából magyar szövegértés, illetve matematika, logika területen írják meg a gyerekek a felmérést. Itt igazából nem a szigorúan vett tananyagra épít a felmérés, hanem arra kíváncsi, hogy a gyerekek hogyan tudják ezt hasznosítani a való életben, tehát egy gyakorlatban alkalmazható használati tudást próbál felmérni. Ennek a vizsgának a 2019-es fordulóján értek el kimagaslóan jó eredményt a bonyhádi diákok. A kérdés nem az, melyik iskola teljesít a legjobban, hanem az, hogy melyik iskola tudja legjobban felzárkóztatni a hátrányos helyzetű gyermekeket. Azóta, hogy a pandémia miatt sajnos elmaradt az egy mérés, a 2021-es mérésnek az eredményeit pedig nem ismerjük. 2019-ben először azt tudtuk meg, hogy mind a négy területen az országos átlag felett teljesített az iskolánk. A tegnapi nap folyamán pedig megjelent egy rangsor, ami számunkra nagyon örömteli és kedves, ugyanis kiderült, hogy az általános iskolák országos listáján a 2019-es méréseket, hogyha összevetjük azzal, hogy ki milyen családi háttérrel érkezik, milyen társadalmi csoportokból érkezett, és mennyi pedagógiai érték, hozzáadott érték szükséges ahhoz, hogy a gyerekek teljesítsenek, ott mi egy harmadik helyezést értünk el, ami szerintem nagyon szép eredmény. A kiváló eredmény direkt módon a diákok teszteredményeinek köszönhető. A fiatalok tudása mögött elvitathatatlanul komoly pedagógiai munka áll. Ez nem csupán egy-két szakos pedagógusnak a munkáján alapul, hanem gyakorlatilag az alsós kollégáktól kezdve a felsős kollégáiknak az együttműködésén alapul, hiszen nem csak magyar, illetve nem csak matematika órán, hanem gyakorlatilag az összes létező órán mi foglalkozunk kompetencia alapú oktatással, ábrák elemzésével, grafikonok elemzésével, képek elemzésével, tehát igazából mindenhová próbáljuk beépíteni azt a tudást, amit a későbbiek folyamán alkalmazni tud, sőt az a cél, hogy gyakorlatban használható legyen az a tudás, amit a tanulók magukba szívnak. Ez lehet egyébként sportterületén, akár zeneterületén, minden területen próbálkozunk ezzel, és úgy tűnik, hogy talán ez sikeresnek tűnik. Pedig egy-egy osztályban bizony vannak jó és kevésbé jó tanuló fiatalok. A tanárnak mégis az a dolga, hogy az utóbbiak se érezzék magukat kevesebbnek, csak azért, mert valami nem megy nekik olyan jól. Ez pedig Bonyhádon valóban olyan feladat, amire hivatásként tekintenek a pedagógusok. Ez az igazi kihívás egyébként, tehát csupa jó képességű gyereket fölkészíteni és elvinni egy kiváló eredményig, az is egy szép feladat, de talán az összetett a pedagógiai munka, hogy aki esetleg hátrányból indul, őt is felhozni. Ezt differenciálással tudjuk elérni, azon kívül talán rekordszámú szakkörünk, illetve korrepetálási lehetőségeink vannak. Ha jól emlékszem, akkor 30 ilyen alkalom van a tanulók számára. Azon kívül a személyes odafigyelés is nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez nálunk alsótól kezdve a 8. osztályig bezárólag megvan.
A Bonyhádi iskolában tehát a diákok olyan oktatást és nevelést kapnak, aminek hatására az előttük álló feladatokat magukénak érzik. Ez pedig azt eredményezi, hogy sokkal jobban dolgoznak ezáltal. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy 8. osztályban például előfordul már, hogy a tanulók már kifelé járván az iskolából annyira nem veszik komolyan. Nekünk sikerül elérni, hogy ők úgy gondolják, hogy az iskolát képviselik, magukat képviselik és próbálnak megfelelni az elvárásoknak, és tényleg komolyan veszik, ilyenkor felöltöznek, és egy ilyen ünnepi alkalomnak tekintik ezt a dolgot, és ez jó érzés számunkra is. Az, hogy a Széchenyi a nem mindennapi rangsorban az országos 3. helyezést érte el, nem csak a gyerekek számára komoly elismerés, hanem az őket oktató tanároknak is hasonlóan fontos visszajelzés. Mivel ezt országosan egységesen minden intézmény megírja, iskolatípustól függetlenül, tehát általános iskolában mindenki ezt megírja, hogyha itt tartósan az országos átlag fölött tudunk teljesíteni, akkor ez egy jó visszajelzés, hogy ezt az utat kell járni, illetve hogy még inkább segíteni a tanulóinkat. Ezt üzeni számunkra ez a felmérés. A Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában tehát igazán nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekekből a lehető legtöbbet hozzák ki, és ezt most már az egész országban elismerik. Összetartó, családias hangulatú egyesület. Így jellemezték a Bonyhádi Fotóklub tagjai a 2014-ben alakult csoportjukat. Havonta egy alkalommal a helyi művelődési központban szoktak összegyűlni és közösen járnak fotózni. Kiállításokon és pályázatokon is rendszeresen vesz részt az egyesület. A Bonyhádi Fotóklub 6 éve alakult Kirkné Máté Réka kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy a környékbeli amatőrfotósoknak találkozási lehetőséget biztosítson. Havonta egy alkalommal a művelődési központban jön össze a csapat, ahol a tagok fotóit értékelik és kérdésekre is választ kapnak a klub szakmai vezetőjétől. Minden hónapban 2-3 alkalommal elmennek közösen fotózni, hol erdőben járnak, hol éjszaka a csillagokat, vagy épp az esti várost örökítik meg. Fotópályázatokon és kiállításokon is rendszeresen vesznek részt. 2014. októberében alakult a Bonyhádi Fotóklub, igazából nyomásra, hogy így mondjam. Tehát többen megkerestek, hogy mikor lesz már Bonyhádon végre ismét egy fotóklub, mert nagyon régen volt. Sokáig tipróttam, aztán úgy döntöttem, hogy pár fotóst megszólítok, hogy ők mit szólnának hozzá, leültünk beszélgetni, és jó ötletnek tartották. Ezért megalakultunk, és azóta egyre többen vagyunk. Összesen most már több mint 40-en vannak, akik jártak vagy voltak a fotóklubba, akár csak egyszer is. Igazából körülbelül egy ilyen 15 fős a kemény mag, akik amikor csak tudnak, eljönnek a havi találkozókra, vagy amikor elmegyünk a természetbe fotózni, vagy a várost fotózni, akkor jönnek velünk. Rendszeresen tudunk, hál' Istenben, mutatkozni. A művelődési központ az anyaintézményünk, tehát itt alakultunk meg, itt jövünk össze, és itt 2 évente tartunk kiállítást. Ezen kívül több helyen voltunk már, Bonyhádon, Váralján, Szekszárdon, tehát azért már be tudtunk mutatkozni többször is, és mindig nagyon jó az is az a folyamat maga, amikor megnézzük évről évre, hogy kiknek milyen új fotói vannak, válogatunk, új képeket nagyítunk, és tényleg az emberek is szeretik, hogy elég színes, változatos anyag gyűlik össze, és nem csak mi érezzük a fejlődést, ami nagyon jó szintén, tehát a visszajelzések is jók, hogy egyre jobb képekkel tud bemutatkozni a fotóklub. Az jön ide, aki szeret fotózni. Ez igazából nem egy olyan jellegű szakkör, hogy itt tanítunk meg fotózni, de mégis tanulunk egymástól folyamatosan. Például a szakmai vezetőnk Ritzel Zoltán, aki nemzetközi pályázatokon is már ért el nagyon szép eredményeket, és ő az, aki nagyon jól tud minket tanítani. Amikor el tud velünk jönni, akkor utána mindig úgy feltöltődünk, és új dolgokat tudunk kitalálni. A fotózást én azért szeretem, mert megragad egy pillanatot. Tehát egy olyan pillanat, ami többször nem lesz, amit lehet, hogy más nem lát meg, vagy nem láthat, mert nem lehet ott. És ezért szerintem nagyon fontos, hogy meg is tudja mutatni az ember azt, amit ő szépnek talál, vagy amit éppen úgy gondol, hogy más szépnek talál majd. Frey Kovács Mónika közel 1 éve a klub tagja. Azt mondja, a fotózást többek között munkája során szerette meg. Mónika ugyanis a női kamionsofőrök csoportját erősíti, melynek köszönhetően Európa szerte számtalan szebbnél szebb helyen járhatott már. 2019. novemberében a Bonyhádi Művelődési Házban volt egy önálló kiállításom, és ott ismerkedtem meg a
klubunk vezetőjével. Vele felvettem a kapcsolatot, és hallottam a klubról, és szerettem volna csatlakozni, és örömmel fogadtak engem. Nagyon régóta fotózom egyébként, már a kamionozásom alatt is, mert bejártam vele Európát, és azok a pillanatok, amik ott megragadtak, egy kattintással elérhetők voltak, és megörökítettem őket. Sokat tanulok a tagoktól, szeretek ide a klubban járni. Nem csak a saját képeinket hozzuk el, hanem Réka megszokott hívni egy-egy előadót, ahol érdekességeket, tanulnivalókat és újdonságokat tudok magamévá tenni. Én hobbi szinten fotózom egyébként, és a kedvenc témáim a tájfotózás, az épületek, főleg a régi épületek. Sebestyén Krisztián egyike a Bonyhádi Fotóklub alapítóinak. Hobbi fotózással 10 éve foglalkozik, de már gyerekkorában is érdeklődött a képalkotás iránt. 2014-ben keresett fel engem a Réka, hogy szeretnének alapítani egy ilyen klubot, és hogy részt vennék-e benne. Hát nagy örömest vágtam neki ennek a kiszerveződésnek, mert nagyon tetszett, hogy végre egyszer évbe érünk ezzel, és ilyen baráti társulás lett, egy ilyen családias hangulattal fogtunk neki ennek a klub alapításnak. Fotózás számomra már gyerekkorban jött, az általános iskolánkban nálunk volt fotószakkör, és ott már eltanultuk a tanárunktól így az előhívás rejtelmeit, laboroztunk, nagyon megszerettem a vegyszerszagot, és onnantól kezdve így bennem volt, velem volt ez mindig is, és ilyen 2010 környékén kezdtem el aktívan fotózni, akkor vettem meg az első tükörreflexes gépemet, és onnantól kezdve fotózgatok ilyen hobbi szinten. A családias hangulat miatt nagyon sok klub és nagyon sok szerveződésben a fotósok nem igazán tartanak össze, hát ez itt megcáfolja önmagát, mert mi összetartunk, és tudunk együtt alkotni, együtt fejlődni, egymást tanítani, illetve egymás technikáinak, trükkjeinek így a kis cseréjére vagyunk így képesek. És tényleg a nagy kikapcsolódás, szóval itt ez olyan szintű megnyugvás, pihenést ad az embernek, még ha el is fáradunk fizikálisan, hogy ezért megéri csinálni. A klub tagjai egyetértenek abban, hogy mindannyian egy összetartó, családias közösség részévé váltak. Hogy kinek ajánlom a fotóklubot, igazából mindenkinek, aki szeret fotózni, tehát minél színesebb a tagság, szerintem annál jobb. A legtöbbünk egyébként a természetet szereti fotózni, de mindig vannak azért emberfotók, hónapról hónapra találunk ki új feladatokat, akár egy-egy színt kell fotózni, vagy valamilyen témát, és ez is mindig jó, mert az ember lehet, hogy olyat még sose fotózott, és valamiben megint belevághat. Mindenképp ajánlom a csoportot. Egy az, hogy a közösséghez való tartozás, a tanulásvágy, és ugye a fotózással érjük el azokat a pillanatoknak a megörökítését, amire később vissza tudunk emlékezni, ajánlani, örömet szerezni másoknak, és megmutatni valójában, hogy mit tudunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!